Ez így elég is lesz, azt hiszem, hogy 18-19. Ez igen. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ulyan Bérnek, hogy van, mit csinál? Köszönöm szépen, hát itt felméréseket végzek. Itt ki kellene vágni, itt egy hektár erdőt szeretnénk kivágni. Hol? Itt? Igen, itt az erdőben. A hely. Tehát szükségünk van nekünk itt, tetszik látni itt, ameddig fellát, egészen át. Addig fel? Igen, fel végig. Aztán majd itt le, teljesen a forráson keresztül itt mindent fel szeretnénk ásni. Ilyen nem mondjuk. Itt minden? Itt minden fel. Fel onnantól? Igen, a fákat is ki kell vágnunk, mert sajnos kell a hely. Minek? Hát szeretnénk ide egy tíz, ide, tehát valahova oda lesz a 10 emeletes irodaház. Oda? Igen. Irodaház? Igen, tehát az a végébe fog esni a területnek. Igen, ide az út mellé. Ide betonút lesz. Ide betonút? Igen. Akkor itt lefele, ide szeretnénk, hogy is volt, tehát ide lesz a parkírozó, egy olyan 70-80 autónak lesz a felső parkírozó, és lesz alul is. Mi a francnak ide 70-80 autó? Hát a munkásoknak, meg szeretnénk ide egy valamilyen gyárat is, egy ilyen... Gyárat ide? Igen, a fák igen. Közé? Hát nem lesznek fák. Nem lesznek fák. Aha. Nem, fák nem lesznek itt. Nem, ezeket ezt ki kell vágni, mert ide csinálunk egy nagy... Mit? Egy műanyag gyárat, hát egy kicsit műanyag fogjuk gyárat? Szennyezni a levegőt, de nem lesz annyira káros, ami itt hát ahogy lenne. Gondot okozna. A gyárak nem káros, ezek a fák a legkárosabbak az emberiségre hát tekintve. Ugye, a fák a legborzasztó dolog az, hogy egy erdőben fa van. Ki hát kell mindenhonnan vágni, jól tetszik beszélgetni, ki kell vágni igen. Az egészet. Betonba önteni mindent. Igen, hát azt is akarjuk, hogy a fákat... Nagyon hálás. Az is lehet, hogy 2 hektárral fogunk kivágni. Az, igen, hát az kell, hát nem elég egy hektár. Hát lehet nem lesz elég. Tudja mit? Vágja ki az egészet, ez itt, amit lát. Igen. Ez egy 25 hektár. Igen. Mi lenne, ha mind kivágnánk? Hát de előről nem szabad kivágjuk, mert akkor a nép az azt hiszi, hogy kipucoltuk az egész erdőt, tehát elő mindig úgy kell hagyni, és akkor majd lassú. Majd hátul, ahol nem látja senki benne a mélybe, ott kell kivágni a fákat, igen, ott nem látja igen. Senki. Mm-hmm. Ezt hol álmodta maga, vagy honnan ezt egy a német befektető főnököm küldött ide, hogy itt nézzük meg, hogy milyen az erdő, hova lehetne építeni a gyárat. Tehát még a falu polgármesterét kell lekenyerezzük, aztán engedélyek minden megvannak már, úgyhogy csak egy aláírás kell a polgármestertől, igen. Csak nem tudjuk ki az, de biztos, hogy van az a pénz, amiért ő aláírja. Van? Úgy gondolja biztos vagyok maga? Benne, igen, igen. Ön kicsoda itt? Ön az erdész? Nem. Én Korcsi vagyok. Garabanes Korcsi. Nem ismerem. Nem. Halló, jó Istennek! Hát nézze, kedves Karcsi. Magát hogy hívják, mit mondott? Én Horváth Szilárd vagyok. Szilárd. És maga a németeknek dolgozik? Az Imperiál Holcindruszinak, igen. Na, elég bajos. És akkor... Más minden áll van intézve, csak a polgármester ezt alá kell írja, és itt akkor vágnak ki minden fát. Igen, igen, hát jönnek a gépek. De az igen. Hát hamarosan fognak érkezni az autók. Itt hát biztos lesz egy-két éves munka, de a német befektető nagy tervekkel jön ide. Aha. Úgyhogy... hamar fog menni a munka, meg rengeteg pénzt, meg beton bele fogunk ide nyomni az erdőbe. Balikén. Ami a csövön kifér, mindent balikén. Kivágni a falkot. Aval a patakocskával ott mi lesz, azt akarom kérdezni. Hát a forrásokkal azokat megpróbáljuk felhasználni. Mire? Hát, hogy ellátjuk az épületeket talán, de... Vízzel, abból jön a víz, ugye? Hát nyilván, vagy meglátjuk, hogy... belengedünk, hanem valami anyagokat. De az, ha olyan befolyik az a patok,
be a faluba, ott van egy bazin, ami megtelik, és abból lassuk el a falut. Lám van az a falucska, ahol maga fel kellett jöjjön ahhoz, hát akkor ide... szerintem lent kell ásni valami új kutakat. A falunak? Mert ezt akkor ezt a forrást el fogjuk szerintem betonnal tömíteni, vagy nem tudom, hogy mi lesz vele. Mert idején a parkírozó, ahogy mondtam valahova. Az a feszegvíz, azt hogy akkor, azt nem maga nem fogja itt átduvasztani. Hát ennek semmi beleszólás. Nincs? Kell-e akkor az az aláírás, vagy nem kell nektek? Persze, hát megyek is most le a faluba, hogy keresse meg a polgármestert, mert jövő héten jön a német befektető. Egy pillanat. És vele beszéljük meg. Na át akarod innát, mert én befektetlek téged ide a faluba, ne félj. Hát nem szégyelitek magatokat? Ide jöttök s az árnyéket. Kedves uram, megkérem, nyugodjon le! Taknyos innát, ne felé, ne! Kedves uram! Nem szégyelitek magatokat? Ide jöttök s az árnyéket. Beszélek én a polgármester rendőrséggel. Én vagyok a polgármester, taknyos! Az én ajlásomat itt nem betonozzátok be, hanem szégyelitek magatokat. Mert aztán át akarod innát, ná és lassalok még a faluba sem, mert meggyújtlak. Izék, és mit képzeltek ti? Egy szám hívott engem, Andrea talán. Barbi vagy Eszti, én nem tudom már. Rejtettel hívtak egy jó csaj talán. Nem volt jeled, erről nem arra.